Budapest, Nagy Ervin, 42, elárulta, miért szeretett bele párjába, Borbély Alexandrába, 32. A színész a ma este a Spektrum Home-on látható Nőcomment című műsorban elmondta, Alexandra szláv felmenőitől örökölt egyfajta nyers identitást, amelyből fakadóan roppant erő személyiség. Ez tetszett meg neki benne, Alexandra egy nagyon erős személyiség, van egy szláv vére. Abszolút magyar születésű, de Szlovákiában nőtt fel, ahol kicsit nyersebbek az emberek. Mindig, amikor megyek haza hozzájuk, el szoktam csodálkozni, hogy olyan szögletesen vannak egymással. Persze, ugyanakkor hatalmas szívvel és szeretettel is, de a szláv lélek átjárja őket, ami Szandrára is abszolút igaz. Ő egy markáns személyiség. Én nem mindig csak a kifinomult, konszolidált, visszafogott részét látom. De én ebbe lettem igazából szerelmes, vallotta be a színész, aki azt is elárulta, hogy nagy változást hozott az életébe a szerelmével közös otthon. Amióta például együtt vannak, nem mehet be cipővel a lakásba. A színész egyébként nagyon sokat köszönhet a párjának és korábbi kapcsolatából született kislányának is. Macsóságát ugyanis neki köszönhetően vetkőztelen némiképp. A nőkkel való viszonya ráébresztette, hogy egy férfi az érzékeny oldalát is megmutathatja a világnak. Én nagyon maszkulin típus vagyok. Az apámtól ezt örököltem, ebből jövök, rengeteg minden van, amit ennek köszönhetek, de a nők sokat hajlítottak, finomítottak rajtam. Ezért roppant hálás vagyok a mai napig a páromnak és a lányomnak, mondta Nagy Ervin a Spektrum műsorában.